A Nyugat-Dunántúl roma önkormányzatainak képviselői vettek részt azon a konferencián, amelyet Károlyi Attila, a Fejér megyei cigány területi nemzetiségi önkormányzat elnöke kezdeményezett. Mint mondja, fontos a vélemények megismerése, a képzések, programok ismertetése. A tanácskozás egyik fontos témája a munkahelyteremtés volt. 22 önkormányzatunk van, a foglalkoztatással jelenleg nagyon meg vagyunk elégedve, elég sok roma önkormányzatunk részt vesz különböző felzárkóztató programokban, és nagyon örülünk annak, hogy ennyien csatlakoznak és támogatják a kormány munkáját. A Nyugat-Dunántúlon több mint 500 roma nemzetiségi önkormányzat van. Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos elmondta, az utóbbi években jelentősen nőtt a romák foglalkoztatottsága. Összességben azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt 10 évben 50%-kal nőtt a romák foglalkoztatási aránya, és ez Nyugat-Dunántúl is nagyon-nagyon jellemző. Ehhez hozzájárul az is, hogy a 10 év alatt megduplázódtak a vállalkozások száma, hiszen akkor tudunk hatékony foglalkoztatásról beszélni, hogyha van, aki foglalkoztasson. Tehát ezért helyes is, amikor a kormányzat azt mondja, hogy egy munkaalapú társadalmat kell építeni, és ez bebizonyította, hogy ebben az országban ez tudja előrevinni az embereket és az országot is. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke a konferencián hangsúlyozta, közösek a roma önkormányzatok és a Fejér megyei önkormányzat céljai, megváltoztatni a 2010 előtt látható irányt, amikor a romákra úgy tekintettünk, mint egy különálló társadalmi csoport, amelynek a tagjainak segélyeket kell biztosítani. 2010 után egy változás indult el Magyarországon az egész társadalom vonatkozásában. Elindult egy új szemlélet, amely arról szól, hogy nem romákról és magyarokról beszélünk, hanem magyar társadalomról beszélünk, munkáról beszélünk, nem segélyekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy nem elkülönítettekkel társadalmi csoportokat kezelni, hanem összességében organikusan, lehetőleg alulról építkezve kell a jövőt építeni. Molnár Krisztián hozzátette, komoly előrelépés történt az elmúlt időszakban. A Fejér megyei önkormányzat is elindította a megyei foglalkoztatási paktumot, amely sok roma számára biztosított utat a munkavilágához.